Zolinak a legkevésbé kedvelt csapata, hát na, igazából mondjuk így gyűlölte a Real Madridot. Skócia. Nézzétek csak, mivel vagyunk? Megvan? Tüntesd be. Tehát a Kemzod egy biciklista. Mit, bemelegítesz? Persze. Akkor egy bajom vagy te. Aztán tudom, hogy kapott egy sárga trikót a Tour de France-on, de biciklista. Mögött a kedves külső mögött egy igazi FIFA és foci őrült asszony lakozik. Tudom, hogy az A betűre elrúgunk. Ez ezt meg kell nyomni hosszan. Ja, eddig nem volt bekapcsolva. Kény ellenfél lesz. A MOL Gamer Magyar Kupa lényege felhőtlen fifázás nagy nyereményekért. 8 lelkes, de a videójátékokban változóan járt a sztár rutinos FIFA játékosokkal párban lép a virtuális pályára, hogy a kupa végén gazdára találjon számtalan Flash Corner és player kibővített Xbox Game Pass ajándékcsomagok mellett az új generációs csúcskonzol, az Xbox Series X is. A hírességek és az ország legjobb, meghívott profi fifásai mellett egy több mint 1000 fős rejtező legjobb 4 versenyzőjével egészül ki a mezőny. Így minden csapat kellő húzó erővel indul neki a negyed döntőknek. Lássuk tehát az ágrajzot, hogyan alakul ki a párosok útja a negyed döntőktől egészen a MOL Gamer Magyar Kupa döntőjéig. Az előző adásban Edina a forduló eddigi legnagyobb meglepetését okozta, legyőzte férjét Truganer segítségével, míg a Medgyes Dávid helyére beugró Gangsta Zoli győzedelmeskedett a rapper Derbin Curtis ellenében. Ezzel még 2 kiadó hely maradt az elődöntőben, ezek a mai műsorban gazdára találnak. Lássuk, kik között dől el a továbbjutás. A nap első párharcában a Zolik csapnak össze, veterán a zöldfülű ellen, már ami a FIFA-t illeti. Az utolsó negyed döntőben pedig Good Like a YouTube csillaga, a színpad és a tévéképernyők dívája Babette ellen lép pályára. Az Exatlon, a Ninja Warrior és a Profi BMX után mi is lehetne nagyobb kihívás egy ilyen sportembernek, mint a kétkezi FIFA? Kemzozónak valami nagyot kell gurítania, ha újoncként fel akarja venni a versenyt a tapasztaltabb celebekkel. Az ő párja a több mint 1000 fős online selejtezőről érkező Vadicska Olivér, aki a Debrecen igazolt FIFA játékosa. Nagyon reménykedek abban, hogy a csapattársam körülbelül 10-15-ször ügyesebb, mint én, és hogy azért el tudja hozni a játéknak a nagy részét. Talán ilyen profi szinten körülbelül egy 3 éve játszok vele. Azt gondolom, hogy a magyar országi elitben benne vagyok. Szerintem nem lesz olyan, hogy miattam fogunk veszíteni. Na jó, hogyha veszítünk, az valószínűleg miattam lesz. Bercit ismerem ugye régóta, játszottunk már elég sokszor egymással versenyeken, nagyon ügyes srác. Talán azt mondhatom, hogy a kicsit rutintalan még. Zoli már bemelegített, volt egy lehetősége gyakorolni. Hallottam, hogy Zolinak sikerül győzni. Hát most lehet, hogy benne van kicsit jobban a játékban, nem hideg kézzel kell neki ülnie. Valószínűleg ez a verseny után sem leszek e-sportoló, maradok a BMX-ezésnél. Az e-sport az mikor kattant be nálad, amikor úgy döntöttél, hogy akkor most a versenyszerűen játsz? Hát először úgy történt az egész, hogy láttam, hogy hobbi szinten üztem én is nyilván a játékot, aztán ugye láttam, hogy egy haverok között kicsit jobban megy, mint az átlagnak, és elindultam. Gondolom, haverjai nagyon örültek neki, hogy igen, igen, igen. És elindultam versenyeken, és hát ott már úgy gondoltam, hogy elég jó eredményeket értem el így zöldfülűként, és utána döntöttem úgy, hogy lehet, hogy komolyabban rá kellene feküdni erre. És a társad Kem Zozó lesz, akinek a konzoljátékok bár nem biztos, hogy annyira ismerősek, azért a futball az hozzá is közel elmondhatni, viszont ha más nem, akkor a reflexeid igencsak a helyén vannak. Hát igen, na, a sportomból adódóan a reflexnek ezért ott kéne lennie, remélem, hogy itt is tudom majd őket hasznosítani. Hát egyébként nem tudom eldönteni, hogy a konzoljátékok vagy a foci áll hozzám közelebb, mert azért konzolon is szoktam nagyon ritkán játszani, de lehet, hogy az sűrűbben csinálom, mint a focit, viszont régebben meg többet fociztam. Szóval azért ez nehéz kombináció. Nagyon szeretem a focit. Régen a Róma volt a kedvenc csapatom, ez ugyanígy megmaradt. Figyelj, Olivér, mennyire szoktad ezt a 2v2 felállást? Mennyire jellemző, hogy így játszotok? Fú, megmondom őszintén, hogy annyira nem szoktam ilyenne játszani, mert így most annyi volt, hogy bekerült az új játékba egy ilyen 2v2, mond magába az Ultimate Team részébe is. Azt már haverommal próbálgattuk, de annyira nem volt kézenfekvő. Reméljük, hogy most talán
jobbak leszünk. Hát megteszek mindent tőlem teheted. Mik a legfontosabb tanácsok, amit Zozónak tudnál adni így elsőre? Mindig passzoljak neki. Igen. Ennyi. Hát az se feltétlen jó, mert szerintem kiismerhető, de nyilván ezt fogjuk megpróbálni. Azt gondolom, hogy tehát ebben a csapatban megvan az összhang, és akkor ennek fényében fogunk gyakorlatilag nekivágni a fordulónak. Tehát Kev, Zozó és Vadicska Olivér úgy érzem, hogy készen állnak a harcra. A Maradona Egyház magyarországi diakónusa több évtizedes FIFA tapasztalattal a hátam mögött érkezik a MOL Gamer Magyar Kupa rájátszásába. A legtöbb selejtezett és meghívott profi játékos is vele lenne legszívesebben egy csapatban, így önbizalma indokolt lehet. Bár Döglégy alapjáraton sem az a fajta, aki elsúnyog a kihívások elől. Zoli legnagyobb örömére egy olyan játékossal került össze, aki a rajongója is egyben. Ő nem más, mint Berti, így a csapat kohézióval biztos nem lesz gond. Na, amikor olvastam, hogy ugye kivel sorsolottunk össze, akkor megkérdeztem a lányomat, hogy olyan ismerős ez a név, ki ez a Kem Zozó? Tehát a Kem Zozó egy biciklista. És azt hiszem itt az róla szóló információimnak vége is. Tavaly óta rengeteg mérkőzést játszottunk Olivérrel. Volt, hogy ő nyert, volt, hogy én nyertem. Azt nem tudom, hogy kapott a sárga trikót a Tour de France-on, de biciklista. Vadicska Olivér barátom is elég komolyan fifázik, és tudom, hogy mindig elég jó mérkőzéseket szoktunk egymás ellen játszani. Például koncentrálni nagyon kell tudni. Nem tudom, hogy a biciklisták mennyire koncentrálnak. Az én társam állítólag az nem egy ügyetlen gyerek. Tudom, hogy nagyon jól fifázik a Zoli, és ismertem már előtte is. Én nagyon boldog voltam, hogy őt kaptam. Társamban bízom most nagyon, mert különben össze-vissza verem, hogyha nem gyerek. Megérkezett hozzám közben a másik csapat is, Gangsta Zoli ezúttal tényleg Gangsta Zolit fogja alakítani. Már újra itt vagyok. Hát és Berti. Nálad egyébként mi kattintott át az, hogy egy profi sportolóként fogsz majd dolgozni? 2019 őszén volt egy verseny, amikor hazánk legjobb e-sportolójával, Molnár Gabóval játszottam egy mérkőzést, és a Gabó szerencsére csak 11-esekkel tudott megverni, és akkor gondoltam ezt, hogy vehetem ezt komolyabban is, és érhetek el nagyobb sikereket. Érdekes volt a megfogalmazásod, azt mondta, hogy Gabó szerencsére mindenben ilyen pozitívan mész bele? Igen, én ilyen pozitív személy vagyok. És mi a célod a futával? Meddig akarsz eljutni? Idén töltöttem be ugye a 16-ot, tehát már nemzetközi szinten is részletek versenyeken. És szeretni magam nemzetközi szinten is megmérettetni. Szóval azt gondolom, hogy azért elég erős párt kaptál megint, szóval megint jó belenyúltál. Remélem, hogy hát ez nagyon, ne viccelj már, hát ez amatőrnek próba kell, profinak előleg. Úgyhogy, azért hátradőlő nem kell még így se, azért lesz még. Minimális célunk a maximum, és azt gondolom, hogy ha nem nyerünk, akkor kolostorba vonulok, ha meg vesztünk, akkor pedig végzek magammal, de előbb az egész csapattal. Ahogy most gyakorlatilag egy főben fog állni. Csapatválasztáson gondolkodtatok, vagy az csak Boca és csak Atletico? Az Atletico Madridot jelöltük ki, ugye? Azt jelöltük, azért mondom. Úgyhogy kijelöltük, bár nagyon nehezményeztem, hogy hol a Suárez. Tehát én maradtam ott még mindig ott, mindegy. Hát ez a frissítésekkel majd érkezik természetesen. Persze, persze. Mi most ráfrissítünk arra, hogy Kem Zozó így gyorsan tudjon menni vissza biciklizni, mert nem kell sokat időt tölteni. Ha a meccs közben a páros úgy érezné, hogy még sincs benne csapatában a győzelem, élhet a büntetőgombbal. Ez jó esetben az ellenfél profi játékosát a képernyőnek háttal fordítja, ezzel némi előnyt biztosítva. Érdemes azonban kétszer is megfontolni, mielőtt bárki a karfára csapna. A büntetőgomb ugyanis aljas jószág. Előfordulhat, hogy a használóját bünteti, azaz a gombra rátenyerelő páros tagját fordítja el, ezzel tovább rontva a győzelmi esélyeket. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és különleges izgalommal, hiszen a futballvilág egyik legnagyobb rangadója következik, és most kivételesen nem Gangsta Zolira és Kemp Zozóra gondolok, akik még soha az életben nem találkoztak, hanem Real Madrid, Atletico Madrid összecsapás, alig ha kell, felvázoljam, hogy ez micsoda mérkőzés. Természetesen Gangsta Zoliék Bertivel együtt vannak az Atletico Madriddal, és Kemp Zozóék Vadicska Olivérrel csak azért is a Real Madrid csapata, és már valahol a háttérben ott lebeg Babett vagy Goodlike, akik a potenciális ellenfelek lehetnek majd az elődöntőben, de azért ne szaladjunk még ennyire előre. Édesapám, nem? Skócia. Ezért te csak mivel vagyunk? Hát van, tüntetve. Öcsi bácsid van, egy cumizzad. Bemelegíted gyors kicsit? Rodrigo, ha sárga rigot, de rakjátok? Mit, bemelegítesz? Ahogy persze, közzel össze. Mikor egy majom vagy te? nem fájt még. Persze. Amikor gólt rúgok majd akkor. Na, hát hogy sikerül-e gólt rúgni, meglátjuk.
mind a két csapat a tradicionális szerelésében, tiszta fehérben tehát. A Real Madrid Zozo lilával, Vadicska Olivér kékkel, Gangsta Zoli sárgával, Berti pedig pirossal játszik, és hát látszik az összeállításokból is, hogy hát a frissítések nem véletlenül jönnek újra meg újra, mert hát ugye például Bél már nem a Real Madrid játékosa. Na nézzük Modricot és a Vadicska Olivért, hogy hogy teszi be a labdát, de csodálatos volt a védelem. Az Atletikónak mindig remek a védelme, hát legalábbis a valóságban. Nem mellesleg a Metropolitánóban járunk, tehát az Atletico Madrid stadionjában. Hazai pálya előnye, remélem Gangsta Zoli is tudja, hogy otthon van éppen. Nézzük, hogyan játszanak. Zoli tehát sárgával, és őt már láttuk játszani, hiszen Meggyes Dávid helyett ő játszott, és egyébként győzött is. Kérdés, hogy találkozhat-e saját magával idézőjelben majd a döntőben. De hát ne szaladjunk ilyen messzire, hiszen egyelőre a legjobb négy közé jutás a tét. Lilával Zozo tehát. És hát nagyon fontos ugye az összjáték, és ebből a szempontból nagyon fontos a kevésbé profik játéka, hogy hogy tudnak együttműködni azokkal, akik sok-sok órát töltenek ezzel a játékkal, és komoly tapasztalatokkal rendelkeznek. Ugye Vadicska Olivér például az Ajax Amsterdam e-sport csapata által szervezett verseny nyerte meg korábban, is utazhatott Hollandiába, és hát már a 0-3-as verzióval kezdett játszani, úgyhogy itt azért nagyon komoly játékosokról beszélhetünk. Olivér egyébként a selejtezőből jutott be, de Berti például a tavalyi Hunes Masters negyedik helyezettje. Hát valóban nagyon-nagyon jó játékosok. Kérdés, hogy Zoli és Zozo mennyit tudnak ehhez hozzáadni. Előre a Real van támadásban, azaz Kemp Zozoék. Jól jön be a labda, és ott is van, már ott is ott van. Ott is van. Melyikkel futok? Nem menj a futás. Melyikkel? Szerintem ezzel. Némi zavart érzek a Atlético erőben, de majd Berti majd megmondja a gangstának, aki ezt szereti nyilván, amikor egy 16 éves fiú megmondja neki, szóval, hogy mit kéne csinálni, de az Zozo közjátéka az csodálatos, és nem is véletlen, hogy vezetés szerzett a Real Madrid. Újra Kemp Zozónál a labda, nem is tudják leszerelni. Vadicska Olivér csodálatosan törbe a 16-oson belülre, ott lehet a második, ott is van a második. Igen, ők is csak ezt tudták felvázva mondani, hogy hú, ez gyorsan ment, és hát az Atletico nem szokott ennyi gólt kapni ennyi idő alatt, legalábbis a valóságban, csak hát most nem Diego Simeone irányítja a csapatot, hanem Gangsta Zoli és Berti. És továbbra is támadásban a Real Madrid. Olivér csodálatosan csinálta, Bél nem játszott életében ilyen jól a Realban, mint most. Bél adja be, és ott a harmadik. Hát ez súlyosnak néz ki. Hát most hozzájöttem labdába, de akkor nagyon. Ez súlyosnak néz ki. Hát csak etetnek még lehet kicsit. Igen, azért nagyon fontos az úgynevezett trash talk, tehát ott ülnek egymás mellett, a duma az nagyon nagy része a fifázásnak, de hát ezt gondolom mindenki tudja. 3-0, na hát mit, tudnak-e valamit csinálni a matracosok, ahogy az Atletico Madridot hívják, de egyelőre továbbra is az Atletico térfény a labda, nem nagyon mentek még át Gangsta Zoliék az ellenfél tér felére, még mondhatnám, hogy azt se tudjuk, hogy ki a Real Madrid kapusa, arra még nem járt a labda. Megint támadásban, gyönyörű összjáték, Olivér a 16-oson belül, na ez most szép szerelés volt Bertitől, de hát Zoliék már nem jut el a labda. Újra ott vannak a 16-os oldal vonalánál, Modric, ott a negyedik, mekkorát védett Toblak, te jó ég. Marad a 3-0, hizelgő, de marad. Na talán majd most, nem, egyszerűen Zoli nem tudta elvinni a labdát. Gyönyörű cselek, aztán egy picit pontatlan passz. Na gyertek már, mutassatok valamit, gyerekek, hát ez nem létezik, hogy ennyire nem megy ez a játék. Hát Gangsta megindul, és már nem volt nála a labda. Nem tudom, mi van Zolival, még azért nagy-nagy király ebben a játékban. De nézzük egyelőre Kemp Zozót, Kemp Zozo! Át a másik oldalra, és sikerül valahogy kiküzdeni a labdát. Zoli egyből tovább, ezt jól csinálta Berti pirossal, ugye? Szép indítás, szép, na tör ki Zoli! Ez Zicser, és be is lövi João Félix-el. Jövünk fel. Jó meccs. Jönnek föl, 3-1. Ez szép gól volt, szép akció, szép gól, az első valamire való egyébként. Van rá válasz? Kemp Zozóék oldaláról. Nagyon könnyedén passzolgatnak és játsszák át az Atletikót egyébként. Valahogy a védekezésen kéne javítaniuk Bertiéknek. Milyen cselek. Olivér tör be a 16-oson belülre.
sikerül kivágni. Gangsta előre, pontatlanul. Most mehetne, de nem sikerült a csel. Na még egy lehetőség. Megint nem sikerül egymáshoz passzolni. Bedobás. Ja, de előtte falt volt, akkor viszont szabad rugás. Na nézzük, hogy sikerül-e. 3-2-re följönni nem, mert nagyon könnyen fejeli ki a labdát. És mehet vár is Olivier. Berti mellett próbál elmenni. Na, ki a jobb kettejük közül, a két profi közül? Olivier megoldja, csak nem jó a beadás. De aztán ott marad a labda, és 4-1. Hú, milyen fejes volt ez Vadicska Olivértől. Hagyjuk már. Vérholyagot rúgott a labdára, hagyjad már. Ez vérholyagot rúg a zsugára, az egy. Állítólag 90-es játékos. Komoly védekezési volt, úgy tűnt, hogy felszabadítanak. Ehhez képest a két védő között sikerült befejelni. A labda pedig vérholyaggal együtt. Ismét az Atletico-nál. 4-1 a Reálnak. Úgy láttam egyébként, hogy Berti rosszabbul viseli. Gangsta dumával mindig megoldja. Kirúgás. Na, Courtois véd a Reálban, ugye? Bél. És Zozó. A Zozó azért nem nyomja rosszul. Szép volt a védekezés. Old meg, Zoli, old meg. Nem tudja megoldani. Milyen cselek voltak. Csoda dolgok vannak a kontrollerbe, elrejtve. Aztán persze kérdés, hogy mennyire tudatos vagy véletlen. De hát tételezzük fel, hogy tudatos. Ú, megnyomják Zozóék a gombot. És a Zoliéknál világít, azaz Bertinek hátat kell fordítani. Okos volt. Most forduljál meg, légy szíves, jó? Tehát, jó, hát ez így nehéz lesz. Forduljál meg, légy szíves. Mondani kéne Zolikám, hogy mit csináljon. Jajaj. Mi történik? Gólt kaptunk. Ott is van! Az történik, hogy úgy kaptunk, 5-1. Tehát ezt szerintem nyugodtan elengedhetjük. Miért? Van még egy perc hosszabb is. Még van egy fél idő is. Ja, igen, hát tudom, persze, azt gondoltam. Persze, kasszolja, hát a középkezdő. Igen, majd megoldom cselből, jó? Színezi, hallod, végigviszi egyedül. Hát. Szerencsé, igen, lehet, hogy nem a 44. percben kellett volna megnyomni a gombot. Na, fél idő van, szerintem megfordulhatsz nyugodtan. Hát igen, ezt nem csinálták ki a Zoliék, mert neki mondania kéne, hogy a másik mit csináljon, lőjön, passzoljon. De Gangsta Zoli nem mondott semmit, csak sopánkodott, persze, hogy kaptak egy ötödiket. Kérlek szépen, az első fél idő alatt úgy beragadtunk, mint egy ilyen leharcolt csataló a lóversenyen. Fölálltunk a himnuszok után, éljen, 0-3, kérem. Megmondom az őszintét, nem vagyok elégedett magunkkal. Védekezésben sokkal többet kéne fejlődnünk, és nem kéne üresen hagynunk a szabad passzávokat. Úgy szét voltunk szórodva, mint amikor a bolonda lisztet szétszórja. Tehát is szétgurultunk, mint az üveggolyók. Zolinak a legkevésbé kedvelt csapata, hát igazából mondjuk így gyűlölte a Real Madridot, taktikai választás volt, hogy ezt a csapatot választottuk. Nem mondom ki, melyik csapattal vannak, mert még a nevüket is szégyen kimondani. Tehát a nem jó Madrid, csak így mondom. Tehát nem az Atletico, hanem az a másik, az a köpet. A Bertér szerintem összekapja, aztán lehet, hogy a második félre kicsit meg tudnak már jobban szorítani minket. Próbálok a második fél időben minél többet magamra vállalni, és indítani a Zolit, és hát esetleg be tudjuk fejezni. Mi nem nyomunk pánik gombot, mert az a gyengéknek a szokása, és mi nem vagyunk azok. Gangsta az ülék, tehát nagyon erősek, de az ellenfél vezet pillanatilag 5-1-re, mert ők még erősebbek. Hát kérdezik, hogy Berti mennyire tudja kézbe venni a dolgokat, hogy a Berti van pirossal, Gangsta Zoli sárgával, Kemzozó lilával, Vadicska Olivier pedig kékkel, ahogy látjuk is a képernyőn. Hát rájuk kell figyelni. Van-e innen visszaút? Ez a kérdés, de ahhoz az kéne, hogy náluk legyen a labda. És hát egyébként a Berti taktikája, hogy ő megpróbálja kiugratni Zolit, és akkor hát, ha be tudják fejezni, az abból a szempontból jó, hogy azt az egyetlen egy gólt meg pont így lőtték, hogy Berti indította Gangsta Zolit, aki be tudta fejezni, de ez itt, de kellett ide oblák, hogy ne legyen 6, mert akkor rögtön az elején hát dugába dől a terv. És hát egyelőre a Real veszélyezteti mindig, micsoda cselek, Olivier egy kicsit talán túl is cselezte, és
11-es. Nem láttam pontosan hol volt, de 11-es megadta a bíró. Na nézzük Bélt, a Goblakot. Hát ez nem sikerült. Marad az 5-1. Egy biztos, hogy Zoliéknak, mármint gangsztáiknak van neki szerencséjük is, hogy ez most kimarad. De most aztán sűrű tömbölcsorokban el kéne kezdeni termelni a gólokat, mert 4-re lenne szükség egy X-hez egyáltalán. És ez egy jó támadás. Nézzük Bertit. Aj, Zoli elől kivágta a Kemzozó. Az nagy mentés volt. Olivier tovább, Zozó. Olivier elmegy Bélel a bal oldalon. Aj, de szép beadás, és mekkora védés volt ez. Megint ott vannak a 16-oson belül. Gangsta Zoli szerel gyönyörűen. Ez nagyon csúnya volt, ez sötét sárga. Nem adott rá lapot a bíró. Hát, meg az életben még a piros gyanú is lett volna, de mindegy. Nem ez a legnagyobb baj a Gangsta Zolinak, hanem hogy vezet a Real Madrid 5-1-re. Kicsit talán most, mintha javulna az Atletico játéka, csak hát el kéne jutni még a kapuig. Gangsta Zoli, ez már lövő távolság, beteszi a labdát, érkezik Berti, és hújj, Courtois, és ott az ismétlés, bravo! Nem baj. Még nálunk az előbb. 5-2, valóban szép hitet az Atletico, már érett a gól, mert nagyon szépen szövögették a támadást. 5-2, és van még fél órányi játékidő, mármint a futballjátékidő. Szép cselek. Olivier tör be, Olivier, és Mel belőtte Oblakot. Mit csinál Oblak? Oké, elindulnak előre. Föl tudnának jönni 5-3-ra viszonylag gyorsan, akkor még nagyon szoros lehetne, meg izgalmas a vége. Berti a jobb oldalon. Hol érkezik Gangsta? Ott valahol hátul van a piacon. Rossz a bepasszolt labda. Zozó indít. Ez gyönyörű labda, Kem Zozó besétálhat, sőt önzetlenül lepasszolja, még egy passz, és ott a hatodik, és ha nem volt les, akkor gól. Sajnálatos módon ez van. Iskolajáték. Cumi! Hát ez is egy kifejezés erre a helyzetre. 6-2. Nem sikerült följönni 2-re, viszont visszanőtt a különbség 4-re. És hát rohamosan fogy az idő. Kem Zozóék egyre inkább a legjobb 4 között érezhetik magukat. De hát egyelőre jól érzik magukat, mert ők azért nyilván azt félszemmel, örömmel nézik, hogy Gangsta Zoli szenved a túloldalon. Nézzük a beadást, továbbra is a Real Madrid támadásban. Ó, Bale fenékre esett, de egy leszúrt Rittberger volt, csak egyik lábra sem érkezett. Berti cselezget, pedig indulhatna is. Zoli remek paszt adott, Berti előre. Gangsta három ember között nem tudta megoldani. Felszabadít a Real. Nem jött a partner. Nem sikerült megint befejezni az akciót. Olivier a labdával. Hazard Olivier. Milyen cselek voltak ezek. Néha egy kicsit a közönségnek is játszanak a fiúk. Legyen otthon mit gyakorolni. Egy szép összjáték. Hát Bertikém. Hát ott nem jött most senki. Marad a 6-2, kevesebb, mint negyed óra a rendes játékidőből. Ú, de szép csel volt. Aztán a beadás is jónak tűnik, ott volt egy kis visszahúzás. Zozó teszi be, és ott a hetedik. 7-2, viszonylag szoros. Nem olyan rossz. Mindegy tájföldi kisfiúnak. Viszonylag szó, ez kétségtelen. Tehát mihez képest már csak ez a kérdés, amit meg kéne válaszolni. Ahhoz képest, hogy lehetne több is. 7-2 annak a csapatnak, amelyiknek a nevét nem mondja ki Gangsta Zoli. Milyen cseh volt ez is Vadicska Olivért. Aztán jött Gangsta Zoli, és a maga egyszerű, sallangmentes módján leszerelte. Hát azt gondolom, most már csak valami szépség tapaszért játszik az Atletico Madrid. Berti teszi be, érkezik Zoli, nem érkezik Zoli, ámint Gangsta. Ezt mivel? Mellett tette tovább, ilyen erővel vagy fejjel? Szép labdaszerzés Gangstától. Ez is jó.
Na talán van még egy gól a Tarsolyban. Gangsta középen üresen, el kéne lőni, ellövi. Ó, mekkora védés volt. Ez szép akció volt, de marad a 7-2. Jó jött be a labda, csak nem volt ott piros-fehér csíkos. Ó, Gangsta! Ez mekkora gól volt. Ezt mindenféle szögből érdemes újra megnézni. Teli csűddel, paf! Ott van a szépség tapasz. 7-3. Talán övék az utolsó szó a meccsen, hát azért van még hátra 5 perc. Kicsit azért megvillantanak Gangstáik is abból, hogy akár tudnának jobban is játszani. Zozó, na rá lőtte vajon? Direkt? Bátorság volt, de hát 7-3-nál nyugodtan meg lehet próbálni. Nem tudom, hogy a vaktyúk effektus melyik gombbal kell nyomni a konzolon. Gyönyörűen teszi be az üresbe, illetve Zozó, de Oliver nem ért oda már. Elég meredek volt. Na nézzük, még egy támadás talán belefér. Gangsta. Rossz az irány, a passz az meg remek, Berti, az is jó, gyerünk Gangsta Zoli, és kivédi Courtois. Amúgy ne lőd el, amúgy tényleg. Minek? Tettem oda neked, papi. Bertit kicsit feszültnek érzem, így a 90. percben, 7-3-nál. És itt a vége. Hát, sokkal jobbak voltak Kem Zozó és Vadicska Oliver. Gratulálni kell, és ezt meg is teszik a felek. 7-3 lett tehát a végeredmény, az eddigi legnagyobb különbség. Kem Zozó és Vadicska Oliver jutott a legjobb négy közé, és ők várják izgatottan, hogy ki lesz az ellenfél, a Babett team vagy a Good Like team. Elég érdekes első mérkőzést zártunk. Zozóékhoz fordulnék, azért most nagyon-nagyon kijött a lépés. Hát persze, mert jókor nyomtam a passz gombot. Általában az volt, hogyha valami van hozzám körül a labda, passzolok egyet, és úgy azért intézték a dolgot. Nem teljesen úgy nézett ki egészen. Kik? Hát a reálosok. Fúj, de szégyed magad a csapatválasztás miatt, ezt nem tudom megbocsátani. Bárki megy eltetek, most semmi gond. Nem volt beleszólásom. Akkor téged kell leüsselek. Jó. Bevállaljuk, Zoli. Kicsit olyan, mint egy túlvállalás lett volna. Hát figyelj, nem úgy jött ki a lépés, igen, lefárasztottak az első mérkőzés. Van mire fogni, van mire fogni. Gyerekek, az Atletico nagyon elfáradt az Inter ellen, és azt kell mondanom, hogy tényleg most mit lehet mondani ilyenkor a sászoknál? Hát azt, hogy így tovább, semmiképpen se. Úgyhogy, hát most ez van. Én csak azért sajnálom az én kis barátomat, mert hogy ő neki ugye most ez azért fontos volt ez a verseny, és most én nem tudtam neki segíteni. A védekezést kellett volna úgy gondolom, hogy fejlesztenünk, tehát ott az hirtelen bekapott 3 gól az ott. Az hirtelen megzavart minket, és rákaptunk még 4-et. Utána próbáltukozni a saját játékstílusunkat több-kevesebb sikerrel, mondom az elején az a védekezés, az ami nagyon rossz volt nekünk. Volt egy nagyon szép passzotok is gyakorlatilag, ott már azt gondoltuk, hogy ott lesz a fordítás, és elkezdtük beindulni. Mi is kezdtük elindulni sajnos, de hát nem így lett. Majd a végén rúgtatok egy bomba gólt. Igen, igen, hát a kis Korreám azért nem az jó volt. Melyik országban is? Jó, Argentin? Igen, Argentin. Igen, egy jó kis Argentin. Korrea az ott beragasztott egy szép visszapattanó labdát a Real Madrid kapujába. Mondta is a kis tesóm, hogy azt lőni kell, díjre elvállaltuk. És azt mondta, hogy a csüddel, mint a bácsisanyi a medicinél fölé. Zozó hárította Zolinak a verbális kommunikációját, és próbált teljesen ellenállni, és téged benne hagyni abba a fókuszba. Fejben most ott voltunk, igen. Nem gondoltam, az Zozó ilyen jól játszik, de rendben volt. Próbálkoztam. Igaz, Zozó, szerintem te kicsit megetettél minket ezzel, hogy te nem fifáztál, mert nem úgy tűnt. Engem is megmondom. Már, hogy egy éve nem fifáztam. Zoli, egy-kétszer néztem, hogy a játékban csak egyszerűen becsúsztál random a 16-osra, amikor senki nem volt körülött. Tehát ott mi volt a terv? Nem jó stoplit választottak a srácok, és nagyon mély volt a talaj. És az a helyzet, hogy zokniban nem lehet kivenni sárra focizni, tehát ez volt a probléma. De az Zozót nagyon szívesen kívom, hogy 3x2 perces pusztakezesre is ezek után. És hát, de miért? Elfáradtam most itt a meccsen. De nem vagy te olyan sportoló, vagy nem fog végigmenni, nyugi, nem fáradsz el nagyon. Ja, persze. És hamar elalszol, azt hiszem. Hát egy remek erkő első mérkőzést láttuk, és hát akkor hasonló másodikat szeretnénk majd produkálni, szóval nézzük majd, hogy ott mi fog történni.
A YouTube egyik magyar csillagának itt az ideje felkötni a sípcsontvédőt és megmutatni, hogy mi fenterem a gamer. Good Like társa is profi, a Hunes Masters harmadik helyezettje, Kontakor Kevin, így a páros jó eséllyel fenheti a fogát a főnyereményre. A FIFA-val hát összességben szerintem már egy 6 éve játszok, de nem rendszeresen, hanem így egy ilyen baráti összejövetelen szokott előjönni, és akkor ott így sörözés mellett szoktunk fifázni, de abszolút nem rendszeresen. 14 éve üzem ezt a játékot, jelenleg is egy klubcsapatba focizom. Szerintem Babett egyébként titokban otthon gyakorol, kemény ellenfél lesz. Én úgy gondolom, hogy a szűz kéznek a varázsa az majd nála elő fog törni. Emögött a kedves külső mögött egy igazi FIFA és foci őrült asszony lakozik. Ugyanúgy fel kell készülni mondjuk az ellenfeledből, ha korábban már játszottál vele, tudod a gyengeségeit, tudod, hogy miben erős, mire számíthatsz tőle. Én már most e-sportoló vagyok, ha kikapok, ha nyerek, akkor is annak vallom magam, mint hogy fantasztikus színésznek és elképesztő jó szeretőnek. Tovább folytatódik a MOL Gamer Magyar Kupa, Kondakor Kevin, illetve Good Like, ami egy érdekes páros, hiszen tulajdonképpen Good Like neked is van játékos múltad, neked sem új annyira a FIFA. A FIFA az, nem mondhatjuk azt, hogy nem újdonság, de annyira azért versenyszerűen sosem játszottam vele, mindig csak ilyen hétvégén. De újdonságnak nem újdonság, inkább más játékok terén mozogtam én eddig. És alapvetően a futball az mennyire újdonság számodra? Fiatalként játszottam, régen egyébként általános iskolában is leginkább kapus volt, ott kellett a legkevesebbet szaladni. De ez utolsó választásos kapus, tehát hogy jó van, hogy gyere velünk? Köszönöm kérdésen. Legtöbbször igen. Igen, csak éreztem, hogy a kapus az mindig a legvégén választják ki általában, és ez a jó van, Marci, akkor gyere, de jó lesz a kapuba. De akkor a reflexeid azok rendben vannak, meg a helyzetfelismerő képesség az abszolút. Ezt mondhatjuk, hogy mondhatjuk. Igen. Tehát akkor ez itt most előnyödre válhat. Reméljük. Ki tudja. Nálad egyébként a profi karrier az mikor kezdődött? Nemrég csatlakoztam az eSport Szombathely csapatához. Egy Magyarországon rendezett nagyobb versenynek köszönhetően figyeltek fel rám. És most érzed magadban a bugit? Tehát most mindent bele fogsz adni? Erre feltettél? Persze, akár tanulást, mindent. Több hetes edzőtáborban vettünk részt Good Like-kal közösen, külföldön. Külön-külön, nem ismertük egymást. Nagyon fejkészült. Szóval akkor megvannak a taktikák. Az biztos, hogy Marcival jól jártál, mert Marci az egyik legnagyobb ilyen trash talker a világon, szóval hogy ő verbálisan az ellenfélnek abszolút majd mindenki sporcikáját szét fogja szedni, és akkor te csillogtathatod a tudásodat. És ugye azt nem árt elmondani, hogy ez egy olyan torna, amit ugye a MOL, a Microsoft, illetve a Fresh Corner hívott életre, és azért itt több ezer játékos mérte össze a tudását több napos selejtező sorozaton keresztül, amíg ide eljutottak. Szóval mert önmagában az, Kevin, hogy itt vagy, ez már azért egy belépő úgymond az elit kategóriába, hiszen tényleg a legjobbakkal mérheted majd össze a tudásodat. Ráadásul most egy sztárral, Good Like-kal az oldaladon. Hát meglátjuk, ez hogy sikerül. Sok sikert, srácok! A színpad és a luxus csillogó világa után nagy váltás lehet a virtuális pályaszántás Köllő Babettnek, de a szőke díva saját elmondása szerint lelkesen gyakorol a MOL Gamer Magyar Kupára történő meghívása óta. Ráadásul egész gyerekkora focilázban telt családjának köszönhetően, így a les szabályt sem kell elmagyarázni neki. Az ő oldalán érkezik a magyar FIFA egyik ifjú reménysége, az online selejtezőkön magabiztosan végiggázoló Sly Flies. Visszanyom a FIFA-ból. A győzelem az lehet, hogy nehéz lesz, mivel Babettnek szerintem egy 10 perc előtt magyaráztam el a gombkombinációkat, de lelkesek vagyunk és megpróbálunk mindent kihozni. Tudom, hogy az A betű elrúgunk, így nagyjából ennyi. Így élőben jobban bírom a focistákat. Gangsta Zolinak egy üzenetem, hogy hal a Madrid, és hogy megint kikapott, de hát igazából ezt megszokhattuk, rossz csapatnak drukkol. Jobban néznek ki, szépen tetovált a karjuk, mindegyiknek ugyanolyan egyensérója van, azt jobb szeretem. Körtisztek a reakciója, az szerintem mindent elmondott, hogy nem tud veszíteni. Mégiscsak bejutnánk a döntőbe, akkor én azt gondolom, hogy talán a Zozóval szeretnék megmérkőzni, mert ő a legerősebb. Most azt mondanám, hogy az Edina, akkor az úgy nem lenne annyira fair. Good Like. Hát ő se nagyon ért a FIFA-hoz. Good Like-nek egyébként van másik neve is. Téged mi vitt rá a profi FIFA-ra? Hát baráti körben én szerettem volna a legjobb lenni. És ezért elkezdtem minél többet játszani, és ebből alakult ki, hogy mindenkinek jobb szerettem volna. De jobb lettél? Hát, úgy néz ki, itt vagyok.
Babett, neked azért tudjuk, hogy van egy rendes futballmúltad. Azt mondtad, hogy te azért kiskorban elég sokat kergetted a labdát. Sokáig egy NB2-es női csapatban játszottam, de hát ennek semmi köze nincs hozzá. Jelen pillanatban ott tartok, hogy nézegetem a kontrollert, és annyit mond, hogy ma nyomj egy aggomot, hogy próbáltunk egy kicsit, hogy legalább megismertessen a kontrollernek a gyönyöreivel. De eddig jutottam el, hogy azt tudom, hogy hol fut a játékos, mi történik. De az aggom már megvan. Az mennyi, megvan. Igazából az a paszgomb, tehát azzal már azért félig megvagyunk. Persze, csak rossz felé passzolok. Ezt már sokat láttuk egyébként, hogy a sztárok picit altatták a mezőnyt, majd kiderül, hogy Babett személyében ez tényleg így van-e, mert hogy Zozó is ezt kezdte így, meg Edina is ezt csinálta, aztán a végén nagyon-nagyon nagy befutás lett, és az ellenfél páros azért rácsodálkozott, de ahogy látom Babett arcán... Nem fog. ő túlélethűen csinálja. Nem, az van, hogy én amit mondok, az lesz. Tehát, hogy a Zozó elhiszem, hogy altatta a többieket, én nem. Szoktál egyébként a barátokkal ilyen 2v2 felállásban játszani? Valami is erőzés van, és akkor utána elmegyünk, akkor nem nagyon szeretnének ellenem lenni, szóval akkor nem szokott a pipanyot. Ezt akartam kérdezni, van aki barátaid egyébként? Igen, vannak barátok. Mert hogy nem annyira szeretnek veszíteni általában a barátok, és akkor rommá vered összeset, akkor te vagy az, akit ugye nem annyira választanak. Igen, ezért nem szoktunk fifázni baráti körben. Szóval már rájöttek arra, hogy akkor... Igen, nem szeretnek most már, igen. Ahogy kiveszem arra az önbizalmad, azért nem sok problémát szokott lenni. Hát, lehet. Pedig maga biztosan mentél neki most ennek. Hát igen, próbálkozom. Babett, ráadásul te nagyon jó partner vagy, szóval az elég jó erősíted. Persze, hát én támogatom, hajrá, nagyon jó leszel. Maga biztos. És a másik párosban ugye Good Like nagyon sokat beszél. Beszélgessen nyugodtan csak. De az lesz, hogy közben is fogja tolni, szerinted? Biztos vagyok benne, hogy megpróbálkozik ezzel is, hogy kizökkentsen. Szerintem az lesz, hogy mi ketten beszélgetünk, ti meg játszotok. Nézzük ezt, hogyan néz ki valóságban. A kommentátorálásban Gundel Takács Gábor. A felek immáron elfoglalták a helyüket ezekben a csodálatos fifázásra legalkalmasabb székekben, kontroll is a kezekben, és már csak egy kis beszélgetés zajlik. A magyar válogatottat irányítja majd Köllő Babett és a párja a Sly Flies, és a Tottenham csapatával játszik majd Good Like és Kondákor Kevin. Egyébként Londonban játszák majd a mérkőzést, és hát nem tudom, hogy 6-3 lesz-e vagy sem. Hallottuk már, hogy a felek mi mindenre készülnek, azt viszont már tudjuk, hogy Kem Zozóék lesznek majd az ellenfelek a legjobb négy között, de vajon melyik páros jut be a legjobb négy közé? Ez most a nagy kérdés. Természetesen piros-fehér-zöldben a magyar válogatott, és kizárásos alapon az ellenfél a Tottenham, akikkel tehát Kondákor Kevin és Good Like van. Good Like sárgával, Kevin pirossal. Piros egyébként a tavalyi Hunes Masters harmadik helyezettje. Gyakorlatban ugye azt jelenti, hogy a harmadik legjobb játékos abban az évben. És hát jelenleg is. Sly Flies pedig a selejtezőből került be, de már tavaly is a FIFA 20-ban játszott egy téli bajnokságon, ahol a 8. helyet szerezte meg, tehát két profi és Gulácsi Péter, aki nagyon kell Babettéknek. Babettet kékkel figyelhetjük majd, de most egyelőre Good Like csavarja be a labdát. Na most van Babettnél a labda, aztán gyorsan el is veszítette. Csodálatos forgolódás, Lifelines próbálja meg kihozni. Ugye Babett ma vett először életében kezébe kontroller, de úgy láttam, hogy ez egyáltalán őt nem zavarja. Nem tudom, hogy Lifelines mit szól hozzá, de nézzük az első Tottenham akciót, és gyorsan a 7. percben ott a gól. Szép volt egyébként. Ki volt az? Ő volt. Tényleg nem én, de bár... Megverlek! Jók vagyunk. Hogy... Szan! Hát, még nem. Mi az, hogy még jó nem? Jó tett neki akkor nem. Nézzük meg a visszajátszást. Cseréljünk kontrollert. Igen, ez egy jó ötlet. Azt mondta a Lifelines, hogy cseréljünk kontrollert. Ez azért volt, ugye, hogy ki lesz a kapussal. És talán Lifelines jól érezte. Babett tudja, hogy miért cseréltek kontrollert, de szerintem neki mindegy. 1-0-ra vezet a Tottenham. Tehát mostantól kezdve Babett van a lilával, és Sly Flies a kékkel, mert értelemszerűen a szín is megcserélődik a kontrollerrel. Az ellenfélnél változatlan a felállás, tehát Good Like sárgával, mint ahogy láthatjuk, és Kondákor Kevin pirossa. Remek összjáték, Good Like. Lesz határon, de nem intették be. Úgy de szép volt a szerelés, Babettől. Babett volt, azt kérem szépen. Na, ha megint az vagyok? Vannak még kis technikai problémák. Nagyon fölé ment Good Like fejese. Nagyon markásan megjelenítették őt is a FIFA 21-ben. Na nézzük Gulácsit, illetőleg hát
Babettet? Most mégis Babett rúgta ki a labdát? Nem nagyon jutunk át, már úgy értem a magyar válogatott az ellenfél tér felére egyelőre. Lehet, hogy Sly Flies-nek egy kicsit többet kell magára vállalnia. Tehát néha muszáj passzolni, és már is jött a szerelés Kevintől. Good luck, ez szép. Sly Flies hozza el. Gyerünk, Babett, mutass valamit, és ne csak dumában. De egyelőre nem sikerült megtartani a labdát, szép szerelés. Eladta Babett, már megint eladta, pedig azt hiszem azt az egy gombot ismeri. Szép játék, mekkora védés volt. Sikerül eltakarítani a labdát. És gyönyörű, Babett hogy hozta el, új gombot tanult. Rájött, hogy melyik a csel. Sly Flies, most már a 16-oson belül, most kéne egyedül befejezni a Sly Flies, és be is fejezi. Igen! Babett lőtte. Nem én. Ez ki? Még így utólag rácsodálkozik a történésekre, de ez gyönyörűen csinálta Sly Flies. Hát igen, nagyjából ez lehet a taktika, hogyha őt a végén egyedül végigviszi, és hát egy pörögy csapás erejű lövés volt. Egy-egy! Egyelőre sokkal jobban állnak Babették, mint Gangsta Zoliék az előző negyed döntőben. Többet van ugyan a Tatenemnél a labda, de a gólok száma az 1-1. Sly Flies próbálkozik ott. Na nézzük, Babett hát, ha vissza tudja passzolni, nem sikerült. Védekezés kicsit szellős. Woodlike teszi be, és szépen sikerült kifejelni. Rúgd el onnan, Babett, jó van. Sly Flies, hát a saját 16-osról nehéz lesz végig szólózni. Gyerünk, Babett, valahogy passzol vissza, csodálatosan csinálta. Good luck még mindig. Milyen cseleket csinál, csak nem jut vele előrébb. Ez viszont egy rossz átadás. Visszaszerzi saját magának. Na, Babett, szóló, valamit könyökölj rá, vagy nem tudom, nem sikerült. Szép cselek, közben Kevintől, és remek összjáték, good like ezúttal a bal oldalon, a bal szélen beviszi, valami védő kéne oda, és ott van Gulácsi. Nem, mit csinálsz, hát milyen? Tanulj már meglőni! Aztán magát biztatta ezzel. Igen, még mindig ott a labda, Babett, és Babett mentett a gólvonalról, elképesztő védelmi potenciál. De már eladják a labdát, ott van megint a lehetőség, levágódik. Senki nem mondja, hogy Babett nem tesz hozzá semmit a csapatjátékához, ez nagyon nagy mentés volt, lássuk be. Hiába rémület, jó tanácsadó. Szép cselek és szép szerelés. Mekkora csel csinált Babett Lovrencsicssel. Érdekes kombó. Szép átadás. Ez is nagyon jó, Babett kezd belejönni, kérem szépen. Még a végén saját általános megrökönyödésére, még a végén lehet, hogy nyerni fognak. Azt gondolom, hogy sok minden van, amire számított, Köllő Babett arra nem, hogy nyerni tudnak. Szép labdaszerzés. És kiharcol egy bedobást Babett. Továbbra is 1-1, 35 perc játék után. Nagyon kiegyenlített meccs. Vagy egyre inkább kiegyenlített, nem kezdődött ilyen jól. Opa, egy fájdalmas labdavesztés, és sikerül még Sly Flies-nak beletenni a lábát. Nézzük a szögletet. Remek öklözés. Fejjel vissza. Babett merre vette? Ejj, szépen hozza ki. Imponáló a védőjátéka elsősorban. 16-oson belül, good like. Ejj, Sly Flies. Remekül védekezett. Hát kicsit be van szorulva a magyar csapat, vagy zömmel védekezik, de az eredmény egyelőre parádés az ő szempontjukból, csak folyamatos rettegés az életük, mert állandóan jön a Tatenem. Most is fog a körömmel kell védekezni, Babett hozza ki, elrúgja, és jó helyre rúgta el. Igen, Sly Flies tudja, hogy neki kell megoldani, de néha egy picit azért többet csel ez a kelleténél. Egyszerűbb, sallangmentesebb játékra lenne szükség, azt hiszem. Na, Babett nem találja bedobás gombot, jó van, megtanították neki menet közben. Remek. Hogy de szép cselek. Igen, most nem kéne még kettő.
Igen, hát igen, előbb-utóbb szabadrugás. Legalább azt kiharcolta vele. Szerintem kapura kéne rugni. Ez nem az. Kontrázhat a Tatenem. Az utolsó percben járunk a rendes játékidőben. 2 perc a hosszabbítás. 1-1-es állásnál. Remek összjáték. Kevin megy a labdával. Na ő is tud azért cselezni rendesen. Szép összjáték. Kevin megpattan. Igen. És mellé. Oh, hova? Hogy állunk? Oda. Tűzforró. Várjál már. Babett nehezen bírja ki ülve. De az eredmény nem tudja. 1-1 egyébként. És itt vége az első játékrésznek. Hát óriási meglepetés. 1-1. Ki hitte volna? Azt hiszem, hogy kevesen. Izgalmas második félidő lesz. Hát nem ilyen első félidőre számítottunk. Szerintem beszélhetek nyugodtan Kevin nevében is. Én elégedett vagyok Good Luck első félidei teljesítményével. Remekül mozog be üres területre, jók a passzai, néha még lőni is tud. Kevint egy abszolút professzionális csapattársnak gondolom. Igaz, hogy még nem, nincs azon a szinten, mint én, de majd idővel beletanul a gyerek. Én minden játékot, amit elkezdek, azt nagyon élvezek. Tehát, hogy amikor én a játék szeretetéért szoktam játszani, általában nem azért, hogy nyerjek, és minden játékba bele tudom élni magam. Persze, olyan erősen nem küzdök, de beleélem magam, mert játszani jó. A közös teljesítményünk az szerintem elképesztő. Eddig nagyon jól állunk a meccsben, egy-egy ugye az eredmény. Sikerült egy kiváló Babett indítás után meglódulnom Varga Rolival, behúztam a rövidre, szóval eddig igazából egy kiki meccs. Hát én nem gondolom, hogy egészen jól játszottam, én csak próbálok inkább azt mondom, hogy nem sok vizet zavarni, és inkább problémát nem okozni. Hát Babett keresi a becsúszás gombot azóta is, azt nem nagyon szeretném neki elárulni, mert akkor vége a mesnek. El tudjuk képzelni, hogy mit művelne a pályán, hogyha össze-vissza csúszkálna. És még vannak ilyen gördülési problémák, kicsit olyan, mint hogyha egy dobozt, egy kockát akarnánk előre gördíteni. De szerintem, hogyha összecsiszolódunk, akkor a második fél időben szerintem be tudjuk húzni a győzelmet, de én nem gondolnám azt egyébként, hogy még túl sok gólt tudnánk lőni. Ha még tudunk lőni 2 gólt, akkor én annak már örülnék. Na hát, ahogy hallhattuk, kicsit megváltozott a várakozás. És Babett nyomja a gombot. Nem tudom, most már nyomta. Egy-egynél, nem tudom, hogy kellett-e. Kire megy? Ránk mensz? Ránk. És el kell fordulni a Kevinnek. Na. Amit tudsz, vágj előre. Az lesz. Mit csinál Kevin? Egy-egy, de azért csak nem. Rúgj egy gólt. Rúgd le. Én is nála kontrolle. Mi az, hogy rúgd le? Ez mi volt? Jó, nyugi, meg kell szerezni. Passzol. De te mi is játszatsz ilyenkor? Innen hátulról irányíthatok? Húha. Jó, gyerek. Ja, jó. Akkor irányíthatna is. Majd szólok. Majd szólok, jó? Jó, figyelj. Amikor szólok, azt csináld. Figyelj, így fogod tenni, hogy most négyzet hosszan. Most mi van? Milyen négyzet? Itt hosszan. Menj. Van, merre támadunk? Nagyon jó. Most x. Jó. Felpassz, passz. Kunya volt. Elesett, megbotlott egy fűszál. Nem, nem, nem. Gyorsan kell, gyere. 11. Nehogy 11. Neked adom, és felpassz. Passz, egybe. Helyzetben Babették közben, és Kevin még mindig háttal van. X. Lőd, X. Mi van? Nagyon jó, X. Nagyon jó, úristen, mit ne... Mi van? Na hát nagyon nem fogták föl, hogy ezt hogy kéne csinálni, tehát közben játszhat az, aki háttal van, a másiknak meg nagyon kéne mondani, hogy mit csináljon. Most, hogy meg már látják, ott a lehetőség, de ez meg kimarad. Hát a szabályok ismerete sokat segít egyébként a játékosokon, tehát azok a fele elment úgy, hogy Good Luck nem szólalt meg Kevinnél, meg nem volt ott a kontroller, azért az luxus, de szerencséjükre nem kaptak gólt belőle. Szép volt az a bepassz. Jó a védekezés, marad az 1-1. Babett előre, pontatlanul, de mindegy, legalább takarított onnan a hátulról. Kevin kifelé viszi. Na most tudja beadni, megint Gulácsi. 3-an vannak, Sly Flies, Babett és Gulácsi. Sly visszahúzza, az nem jó irány. Inkább biztosra ment, tehát egy-egy, előutó valamilyen döntést kell hozni. Babett gyönyörűen 2 ember között el tudta hozni a labdát. Kevin azonban szerelte Sly Flies-t. Újra Kevin. Szép játék.
A bal oldalon good like. Good like már 16-oson belül, remek védekezés. Babett, ne arra, ne arra! Jó? Jó. Kirúgás. Azt gondolom, hogy Babett védőmunkájával semmi probléma nincsen. A támadásukban egy kicsit pontosabb lenne, akkor ez nagyot lendítene a csapaton, de hátul elképesztő szép dolgokat csinál időnként. Good like jöhet. Kevin, Kondákor Kevin. Hatvanötödik perc, még mindig egy-egy. Ajajajajajajajaj, és gyönyörű. Sly Flies remekül szerelte Good Like-ot. Az a bajos helyzet volt. Szép volt a technikai labdalevétel, csak egy kicsit elpattant. Elég keveset van Babettéknál a labda, de foggal körömmel védekeznek eddig. Gyönyörű. Mekkora vagy. Szám! Van egy óriási probléma, gólt kell lőnünk. Jó van. De nagy vagy. 67. perc, újra megszerzi a vezetést a Tatenem. Gyönyörű volt. Már Gulácsi sem segíthetett. 2-1. Hát igen, Sly Flies is érzi a problémát, hogy valahogy gólt kéne lőni. És hát a sok helyzetük nem volt, és valószínűleg nem is lesz a mérkőzésen. Sly Flies két embert is becsapott a csellel, próbál egyedül, de az a baj, hogy sokat csellez, akkor előbb-utóbb elveszik tőle, de ez... Igen. Mire lövő helyzet lenne, már jött is egy szerelés. Kondákor Kevin vette el tőle a labdát. Valahogy a támadó harmadban is vagy be kéne vonni Babettet, vagy kevesebb csellel végigvinni egy gyors akciót. A csell nagyon jó, csak ha nem halad vele az ember, akkor a kapu nem lesz közelebb. Babett remekül. Igen, hát ez kéne valahogy a támadó térfélen is, hogy így vissza tudja passzolni a labdákat. Na nézzük most mit csinál. Hát most könnyedén elvette tőle Kondákor Kevin. Good like. Szabályos volt a szerelés. Na előre, előre, Babett, te vagy Dzsuzsákkal. Majdnem a bírónak passzolta, de az se lett volna baj, még mindig tovább. Most már Nagy Ádámmal van. Na, az már lövőhelyzet. Nem, onnan már lőni kéne. Azt hiszem, Sly is egy kicsit túl bonyolítja a játékot. Bár amint lövőhelyzet van, 16-os környéke lőni kéne, más esélyük nem nagyon van. Nem volt les, nem volt les. Mehet Kevin, begurítja, és ott a harmadik. Lukasz! Nem! Hú! Szaladjál, fuss rá, mutasd, mit tudsz. Ez most már kettő gólt kell lőni. Nem fogunk. Nyilván nem fogunk, de... Hogy ne lőnénk? Szóval lesz zászló. Nem tudom, kevés az altattunk. Időnk. Kevés az időnk, az nem lehet kétszer megnyomni a gombot? Érdekes hallgatni, hogy milyen másikon zajlik a két beszélgetés. Azt hiszem, hogy Babették egy kicsit rájöttek, hogy hát kettőt már nem fognak rúgni. Legalábbis ez Babett mondta Sly Flies-nak. Hát nézzük egyelőre, hol az az egy. 3-1-re vezet a Spurs, azaz Good Like és Kondákor Kevin. Babett, csak tovább kell menni, a csell az maga jó volt. Kevin tovább. Good like, Szont azt nagyon megkedvelte. Ó, Lamella mit csinált Babettel? És mehet tovább. Arcátlanság. És Gulácsi mit csinál? Megszédült. Nem arra, Babett, hát itt tényleg nem lesz két gól. Másik oldalon tűnik föl már is Babett, de elveszíti a labdát. Kevin vette el tőle. Remek volt a kapus. Szóval gyors, egyszerű akciók kellenének, mert már a 86. percben vagyunk. Menj, ott fussál Babett, aztán nyom meg mindent, ami van. Fölrúgták. De kár pedig, ha ott elmegy, akkor ki tudja, mi lett volna. Hát a sárga az a minimum. Nézzük a szabadrugás, 87. perc vége.
Na, hova jön az a labda? Leguri oda. Hát ez nem tudom, hogy jó ötlet volt-e. Többet ígért a dolog, meg az egész helyzet többet ígért. Kontrázik a Tatenem, kicsit fölazult a védelem, good like, elvette tőle Babett a labdát csodálatosan, jaj! Megúzták, elég meredek volt az a visszapassz. Na, és most egy roham előre, csak előre, de hát már nincs ott a labda. A hosszabbításban járunk, 3-1-nél. Good like teszi be, gyönyörű összjáték, és ó, ez nagyon szép volt. Mennyi? Hát 4-1 Babett. Vége? Nem. Meg van egy középkezdésünk. Jaj, miért van? Jó ez így, szép ez így. Szép? Nekem elég. Hát lehet, hogy Babettnek tetszik, Sly Fly az arcán, nem látom az őszinte mosolyt. Ez viszont egy parádés megoldás volt, ez az alábökés, gyönyörű. Nézzük meg még egyszer. Plotty! Ezt nagyon szépen csinálta Kevin. És ezzel 4-1. Most mi van? Nyomja gyar. Tudom, azt tudom, tessék. Az jó volt. Nem. Mi van? Kikaptunk. Elfáradtak. Hát igen, picit elfáradtak a végén. Nagyon szépen tartották magukat egyébként a 67. percig. 1-1 volt, hát aztán győzött a jobb. 4-1-re győzött Good Like és Kondákor Kevin. Ők folytathatják tehát a játékot, és ők játszanak majd az elődöntőben Kempf Zozóék ellen. Hát megérkeztek a stúdióba a csapatok. Én Babettékhez fordulok először. A meccs elején egy nagyon pici zavar keletkezett itt a védelembe, te valami ember felett itt műveltél, és utána valahogy Babett olyanokat mentettél, amire senki nem számított. Az elején láttam, hogy ez egy picit zavart, hogy merre kéne ténylegesen mozogni. Nem, de... az végig zavart. viszont a kommunikáció nagyon jó volt. Jó a partnerem. Igyekeztem. A passzok végén már sikerültek. Nálatok azért volt egy kis meglepődés az elején, mert hogyha jól értem, nem erre számoltatok. Volt. Az első fél idő végén össze is néztünk, és akkor ugye behozták, hogy volt ez a lehetőség, hogy nehezíthetünk vagy magunknak, vagy az ellenfél csapatának, és ott komolyan elgondolkoztunk, hogy nyomni kéne. Viszont alapvetően ugye a meccs képe nagyjából az első fél idő ugyanaz volt. Mennyire volt egyébként nehéz? Tudom, ez picit furcsa kérdés, de háttal játszani. Annyit mondott, hogy X, én megtettem, amit ő nem tellett. És az a vicc, hogy végig rosszul mondtam, mert én azt hittem, hogy az a passzhoz, tudod. Mondom, passzol, nézem, mindig felrugottam, mondom, jó van, akkor biztos, ez így adta ki a lépés. Én tutorial módba éreztem magam végig, mert Kevin nagyon, nagyon jó fejen egyébként végig mondta, jövök középen, jó, ide gyere, most ezt nyomd, azt mondod, én meg csak tudod, mit mondasz főnök, azt nyomom, amit mondasz főnök. Neked egyébként a játékodnak ez a cselezés alapja? Mert hát nem csak passzolni, nem nagyon tudtam igazából. Akkor elhalt a támadás, de... Ez mennyire aranyos, nem? És amúgy csak egy fél mondat erre, hogy nem csak kiszámíthatatlan ez a fajta cselezés, hanem rohadt irritáló is. Ellenfélként, amikor már a harmadik játékosod szalad el kenyérért, tudod, és már se tudod, hogy merre vagy, és majd megy föl benned a pumpa, szóval ez így ilyen pszichológiai hadviselésnek tökéletes játékmód. Hát az első gólnál elmentetek Gyufájén, igen, ott volt egy szép átfűzés, és rövid, nagyon szépen előttél. Ott gondolom, egyedül ott... végig itt a fél pályán. Ott éreztem rajta, hogy egy picit nem ítétek el, hogy ó, ez nem lesz ilyen egyszerű. Így van. De hát visszajöttünk szerencsére egy másik fél időre. Felszívtuk magunkat. Szívesen. Köszönöm. Látom, azért a jókedv megmaradt annak ellenére, hogy végül is vereséggel zártátok ezt a napot. Good Like és Kevinnel még találkozunk, hiszen ez volt a vége a mai adásnapnak, ezzel a meccsel zártuk. Remek hangulat, óriási gólok, viszont... Továbbra is kövessétek a sorozatot, hiszen november 28-án folytatjuk az elődöntővel. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és reméljük, elég sok kellemes percet okoztunk. Sziasztok! 7 gól a mai termés, következő minimum a duplája. Vadicska Olivérnek üzenem, hogy készüljön fel, mert ez más lesz, mint a többi. Zoliék ellen, akik két mérkőzésen már túl vannak, 7 gólt rúgtunk, kíváncsian várom, hogy nektek hányat sikerül. Zozó, üzenet. Jövök. Bazd meg.